a középiskolások itt egy helyen több információt kaphatnak a továbbtanulási lehetőségekről. A modern szakmák mellett a gyakorlati tanulmányok is érdekesek. Fodor Máté, szabadkai diák, Újvidéken vagy Szabadkán szeretne tovább tanulni. Gondolkoztam Újvidéken tovább tanulni, vagy Szabadkán a műszaki szakfőiskolán, vagyis Újvidéken az Újvidéki Egyetem műszaki tudományok karán, mint földmérőmérnök, valamint Szabadkán, mint műszaki kommunikációs menedzsment. Hát még nem tudom, megvettem a felkészítő könyvet matematikából, mind a két helyre matematikából van a felvételi. Az MNT az ugye szervez felkészítőket, ennek nagyon örülünk. A diákok már most intenzíven készülnek a záróvizsgára. Az érettségi nagyon érdekelne, mire számíthatok, az ösztöndíj az is nagyon érdekelne. A megnyitó ünnepségen elhangzott, hogy a vajdasági közép- és felsőoktatási intézményekben magas szinten áll az oktatás. A diplomával akár külföldön is lehet érvényesülni. A cél mégis a megszerzett tudás itthoni alkalmazása. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár szerint az ilyen jellegű rendezvények nagyban hozzájárulnak a diákok döntésének megkönnyítéséhez, a pályaválasztáshoz. A diákok az újdonságokról is informálódhatnak. Egyike a PISA teszt, amely Szerbiában az idén valósul meg, és itt Vajdaságban is 47 középiskolában sor kerül erre. Nagyon fontos, hogy diákjaink, tanáraink megtudják, megismerjék ennek a lényegét. Ugyanakkor olyan aktuális témák is szerepelnek a programjaink között, mint a középiskolákbani tájékoztatás, maguk a középiskolások részéről. Az oktatási kiállítás szombatig várja az érdeklődőket, a belépés ingyenes.